a kisebbségekért díjat, azaz a külhoni magyarságért tagozat elismerését a magyar kultúra és a népi hagyományok ápolásáért veheti át a Népkör. A rangos díjat a Magyar Köztársaság miniszterelnöke ítélte oda. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hiszen tudjuk, hogy ennek a díjnak a kérdemése, ez egy nagyon komoly dolog, nagyon sok embert kérdeznek meg ezügyben, nagyon sokaktól kérnek véleményt, és a Népkörnek, amely gyakorlatilag az idén a 140. évadját indítja, ez egy valóban megtisztelő elismerés. A Népkör Magyar Művelődési Központ munkatársait az anyaországi díj arra ösztönzi, hogy az eddigi szellemiségben dolgozzanak tovább, mondja a központ elnöke. Ez a dicséret lehet, hogy most az elmúlt mondjuk 10 év kiemelkedő tevékenységének szól elsősorban, de annak a sok-sok évtizednek, amit a Népkör átélt a vajdasági magyarság körében, és azoknak az eredményeknek is szól. Az elismerést augusztus 19-én Budapesten az Országház delegációs termében veszi át a Népkör Magyar Művelődési Központ vezetősége.